bekapcsolni a készülékeket. Képviselőtestület 15 tagja közül 12 fő jelen van. Az ülés határozat képes, azt megnyitom. Gerencsi Hilda, Peterni Simán és Ríder András képviselők jelezték távolmaradásukat. A rendkívüli ülésről van szó, amit a költségvetési rendelet módosítása indokol. Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a napi rendet kiegészítem az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozó határozatok módosítása tárgyi előterjesztése, melyet 3. számú napirendi pontként tárgyalunk. Van-e a napirendi javaslattal kapcsolatban észrevétel? Nincs, akkor fogadjuk el a napirendet egy szavazással, aki egyetért, kérem szavazzon. Igennel egyhangulag elfogadtuk. Tehát az első napi rend a költségvetés módosítása. Megtárgyalta a Gazdasági Bizottság, Pálkai Péter elnök úr. Köszönöm a szót, polgármester úr, a bizottság 5 igen szavazattal egyhangulag támogatja. Pénzügyi Bizottság, Dornel László. Köszönöm elnök. A szót, polgármester úr, a bizottság megtárgyalta és egy tartózkodás mellett támogatja a javaslatot. Köszönöm. Kérdések következnek, ki kíván kérdezni? Puskás Károly, képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. A kérdésem a költségvetéssel kapcsolatban annyi, átnéztem tételesen, és ugye itt padrakút vonatkozásában a csapadékvíz elvezetés az egy elég jelentős tétel tud lenni. Végignéztem, és meglepődve tapasztaltam azt, hogy egyrészt számomra egy kicsit olyan kevésnek tűnik a 2 évre előirányzott összeg is. A másik pedig az a kérdésem, hogy miért maradt abba a padrakúton most a csapadékvíz elvezető árkoknak a tisztítása, illetve azon árkok vizeinek befogadó részének a szintén tisztítása, meg iszaptalanítása. Ugyanis hát az útszélen nagyon szépen látszik, hogy ki van szedve az árok, de Csékúton a páratlan oldalon gyakorlatilag az átereszek teljesen tele vannak. Az iskola utca felől, ami lejött, kiépített mederbe, a betonos mederbe, az alsó áteresz 2-3 is teljesen ugyanúgy van, mint ahogy láttuk annak idején Dorner képviselőtársammal is. Tehát hiába lett kipucolva az árokból a kavics meg a felhordott iszak, az áteresek, ezek teljesen tele vannak, akkor sajnos ez átbocsátani nem tudja, és ugyanúgy feliszaposodik. Tehát tulajdonképpen ennyi lett volna a kérdésem, hogy miért maradt abban ez a folyamat, miért nem folytatódik, ugyanis jön az ősz, csapadékos időszak, és gondjaink lesznek. Ez biztos. Tehát ugyanott leszünk, ahol voltunk. Köszönöm. Van-e még kérdés? Nincs. Tóni, megpróbálsz válaszolni? Bence, irodavezető úr. Tájékoztatom a képviselőt, hogy nincsen abba hagyva padra van a vízelvezetéssel kapcsolatos munka, tehát folyamatosan haladunk vele. Csak azért a város egyéb területein is vannak problémák, tehát sokszor félbe kell hagyni valamit, és át kell telepedni. Az a probléma az áttereszekkel, hogy sajnos nem lehet kapni a tüzépen csöveket, áttereszeket, és ezért sokszor nem is tudunk nekiállni. Most a parkerdőben is tervezünk egy vízelvezetési rendszer kialakítást, de egyszer nem tudunk nekiállni, mert nem lehet kapni. Több hónapos előrendelése adnak térkövet, különböző beton termékeket. Látszik is, hogy az árok ki van ásva, de az áteretben van hagyva, sokszor teljesen féltelve. Tehát folytatni fogjuk, csak egyelőre anyaghiány, illetve kapacitás hiány miatt vannak kisebb-nagyobb szünetek. Köszönöm. Még Pék Attila képviselő urat megkérem, hogy szíveskedjék kiegészíteni ezt a választ. Igen, én is ennyit tennék hozzá, hogy valóban csőhiány is van, illetve tegnap is ott dolgozott egyébként a gép, ma is kint van egyébként a gép, tehát dolgozunk folyamatosan. Nyilván most már lesz egy kis szünet, mert közben azért ugye máshol is kell dolgoznunk, de ugye ez nem állt meg ez a folyamat, tehát ez folyamatosan megy tovább. Az átereszeket egyébként egyelőre nem cseréljük, hanem majd jön a bomba, a mosókocsi, és ugye először amit lehet átmosunk, azt akkor utána kiderül, hogy kell-e még cserélni, vagy esetleg megfelel lesz a mosatás. Jó, köszönöm. Oh.
mindenki teljesen meg tudja akasztani az északot, a hordalékot, és újra lehet takarítani az egész állat. Köszönöm a kérdésekre adott választ. Igen, Puskás Károly képviselő úr kíván szólni. És ismert, Padlakúton a gyógyszertár bezárt. A gyógyszerész nyugdíjba vonult, és gyakorlatilag most jelen pillanatban ott Padlakúton 3200 ember, Öcs, Szőc, illetve az a vonzáskörzet, aki oda járt gyógyszerér, az most kénytelen tovább jönni Ajkára. Képviselő úr, most a költségvetésről légy. Ez a költségvetés kapcsán gondoltam meg... A gyógyszertár, az költségvetés. Hát az bizonyan annak is a költségvetése, de most a város költségvetéséről van szó. Én úgy gondoltam egyébként, hogy a városnak az egészségügyi ellátása az kötelezettsége, hogy igyekezik biztosítani. Emiatt is vetettem fel ezt a kérdést, hogy mindenképpen a várostól is segítenénk, vagyis kérünk segítséget arra, hogy hamarosan Padlakúton egy gyógyszertár tudjon majd üzemelni. Köszönöm. Egyéb hozzászólás nincs, akkor lezárom a vitát. Szavazás következik. Aki egyetért a költségvetés módosításával, kérem igennel szavazzon. Kilenc igen és három tartózkodással elfogadtuk. A második napi rendünk az Innovációs és Szolgáltató Központ kisebbségi üzletrészének értékesítése. Megtárgyalta a Gazdasági Bizottság, Pálkai Péter elnök úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. A bizottság mind az egyes, mind a kettes számú határozati javaslatot támogatja. Pénzügyi bizottság, Dornel László elnök úr. A pénzügyi bizottság megtárgyalta az anyagot, és mindkét határozati javaslatot egyhangulag támogatja. Köszönöm. Van-e kérdés? Tehát kérdéseknél tartunk. Nincs kérdés. Kíván-e valaki szólni? Nem? Akkor két határozatról szavazunk. Először a határozati javaslat egyről. Javaslom, hogy fogadjuk el. Igen, egy hangulag elfogadtuk, és a határozati javaslat kettőt szavazzuk meg. Tizenkettő igennel elfogadtuk. A hármaszámú napirend következik a gazdasági társaság könyvvizsgálóinak megválasztása. Megtárgyalta a pénzügyi bizottság, Dornel László elnök úr. Nem a szót, polgármester úr, egyhangulag támogatjuk a beterjesztett anyag mind a három pontján. Köszönöm. Van-e kérdés? Nincs. Kíván-e valaki szólni? Nem? Akkor szavazások következnek. Határozati javaslat egyről szavazunk. Igennel egyhangulag elfogadtuk. Határozati javaslat kettő. Tizenkettő igen. Határozati javaslat három. Azt is javaslom elfogadni. Tizenkettő igennel elfogadtuk. A mai ülés bezárom, várhatóan a jövő héten újra találkozunk. Köszönöm szépen a megjelenést. 17-én. Nem biztos még.